legfontosabb az a dolog, ami bennem, vagy velem gyerekkoromban az életemben történt, hogy ugye az kiderült már ideje korán, hogy mindenféle mozgás és vers és színház iránt nagyon rajongok. Az azt jelentette, hogy imádtam verset mondani, hogy kiharcoltam a szüleimnél 6 évesen, hogy engem vigyenek balettiskolába, és akkor ott is ragadtam, vagy 15 évre. És volt egy nagyon erős nagymamám, egy anyai nagymamám, aki egy abszolút ősanya volt, aki 902-ben született, két világháború átment ugye az országon és nagymamán, és 6 gyereket szült, ebből 4-et nevelt fel, meg a 4-nek a barátait etette, itatta, tehát nálunk mindig ilyen nagyon nagy család volt jelen, és egyébként egy rendkívül egyszerű, most vagy ma is azt mondanánk, hogy egyszerű, de olyan vitalitással és olyan elemi erővel és mindennel bíró nagyanyám volt, aki rendkívül erősen jelen van. Nincs a nap, hogy eszembe nem jutna nagymama. És igazándiból ő a példaképem is. Amikor a legidősebb gyerekem született, akkor felült a buszra, kijött hozzám, mert én még akkor egy főiskolára jártam, és ő volt egész nap a gyerekkel, és 83 évesen is ő látta el a családot, száraz tésztával, meg linzerrel, meg mindenfélével, és emellett még imádta a sportokat, a művészeteket, képes volt hajnali 3-4 óráig foci világbajnokságot nézni, és betéve tudta az összes csapatnak a tagjainak a nevét. Tehát egy fantasztikus nagyanyám volt. És én azt gondolom, hogy azt az erőt, amit most te kérdezel tőlem, ezt én azt gondolom, hogy onnan hozom, vagy ezt a fajta mentalitást. Például nagymama volt az, aki az én egész balett ügyemet finanszírozta. Mm-hmm. Tehát ő térképről lement azért, hogy nekem balett ruhám legyen, meg mindenem legyen. Még 6 éves koromtól jártam 16 éves korom, 17 éves koromig balettre. Nagyon szerettem, de és egyszer javasolta balettanárnő, hogy felvételizzek a balettintézetbe, de ott a méreteimben nem feleltem meg. Tehát tudod, ott mindenféle... Alacsony vagy? Alacsony is voltam hozzá, meg ott konkrétan mérnek egyebeket, és tudom, hogy valami combhosszúságot, meg nem tudom, miket kellett még akkor mérni. Meg a szüleim azt mondták, hogy ha elengednek, akkor sose látnak többet, úgyhogy... És igazából akkor a szülők azt mondták, hogy ők nem annyira szeretnék, ha én felvételiznék. De szerintem nem is vettek volna fel, mert azért annyira nem ment rosszul, de nem gondolom azt, hogy annyira kimagasló lettem volna ebben. Persze az általános iskolában meg kórusban is énekeltem. A Debrecenben van egy legendás, vagy volt bányai iskola, akinek egy nagyon híres gyerekkórusa is volt, ott is énekeltem. Aztán a szüleim azt gondolták, hogy menjek közgazdasági iskolába, de ennek a legfőbb indok az volt, hogy finoman szóval se jeleskedtem a reáltárgyakban, a matematika és a fizika nem volt az erősségem, és akkor indult egy olyan osztály a közgazdaságiban, ahol nem kellett matematikából érettségizni. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én megyek inkább oda, mert ott tuti, hogy nem kell érettségizni belőle, és az valahogy egy olyan év volt, mert aztán ezt vissza is hozták, mert az is kicsit furcsa volt, hogy egy közgazdasági szakközépiskolában nem kell matematikából érettségizni, de ez akkor úgy volt. És akkor oda mentem idegen nyelvi szakra a közgazdaságiba. Uh-huh. Már középiskolás koromban a közgázban is színpadoztam, irodalmi színpadoztam, még Filett Tibor tanár úr, illetve Bancsi Erzsébet voltak a színpadvezetők, és akkor egy tulajdonképpen az iskolának volt egy kapcsolata egy ifjúsági klubbal, a postás ifjúsági klubbal, a Király Zsuzsánnával, mert hogy a postás osztályok is voltak abban az időben még a közgazdaságiban, és akkor így keveredtünk le egy ifjúsági klubba, ahol meg is működtem a Vojtina alapító tagos baráti társasággal, akik hívtak, hogy menjünk, nem csak engem, hanem másik két osztálytársammal is.
ahogy szoktuk mondani, betáncoltuk magunkat a Báb együttesbe, mert akkor mi alakítottunk közben már középiskolában egy kis együttest is, akikkel megzenésített verseket énekeltünk, óvodákba jártunk, nagyon szerettük, tehát mindenféleben nyüzsögtünk abban az időben, egyfajtában vetélkedtünk, mindig volt valamiféle vetélkedő, tehát nagyon pezsgő élet zajlott akkor. Volt egy legendás igazgatója ennek a szakközépiskolának, a Klári néni, aki azért volt egy zseniális pedagógus, mert mindenkit abban támogatott, amiben tehetséges volt. Tehát ha látta, hogy ez a gyerek ebben, akkor abszolút segítette mindenben, és átimádkozta minden fél évkor és évvégén a matek tanárnál. Például esetemben ez mindenfél évben és évvégén így volt, de tehát olyan volt az egész tanári karnak a szellemisége is, hogy én emlékszem rá, hogy középiskolában 4 évig semmi másból nem feleltem matematikából, csak a Pitagorasz tételből, mert azt tudta a matek tanárom, hogy azt az egyet tudom, és hogyha csak ezt kérdezi tőlem, akkor biztos, hogy le tud zárni egy kettessel. Úgyhogy ez ilyen legendás volt, hogy már azt kérdezték évvégén a tanárok, hogy megint lefelelt Pitagorasz tételből, jó van, átengedtük. És ez így működött, de ellenben tényleg nem volt például énektanítás a közgázban, de volt kórus élet, és volt réten népdalvetélkedő. Ez mi, ez 70-es évek? Ez a 70-es éveknek a vége. Igen. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek így módon az egykori iskolámnak és tanáraimnak is, mert például zongora volt a osztályteremben. Tehát olyan élet volt minden szünetben nálunk, hogy bejártak a tanárok hozzánk énekelni, meg egyáltalán ott lenni. Tehát nagyon-nagyon szerettem én azokat az éveket is. Na és akkor így keveredtünk a klubba, és tulajdonképpen hárman, a egykori osztályt, már saját magammal hárman váltunk a alapító tagokká is a Vojtinában. Mert ott viszont ott volt ez a mag, meg hát elsősorban a jelenleg is férjem Szabó Tibor, aki már gyerekként is bábszínházas dit játszott a Tóth Néhorány Jílus nénivel, tehát ők gyerekként kezdtek el a Bélával, Megyeri Bélával, és szakkörként, bábszakkörként működni. És érdekes módon már akkor a 60-as éveknek a közepén Debrecenben volt egy félhivatásos Ludas Matyi báb együttes. És aztán ott sokféle változás volt, meg ők akkor váltak ugye felnőtt fiatallá, és nagyon mást is akartak, és itt tudjuk, az ő hívásukra mentünk az együttesbe, és akkor alapítottuk meg a Vojtinát. Nem, az első 5 évben, tehát 75-ben alakult a Vojtina, december 31-én, és 81-ig mindenkinek volt más állása. Csak akkor olyan, azt szoktuk, vagy legalábbis én is úgy éltem meg, hogy ez volt a mi szabad egyetemünk, a Giovannini Cornella, aki a művészeti vezetőnk volt, és a Szabó Tibor, az én párom, őt hívta tulajdonképpen, mert Tibor volt a társulatvezető, és Cornella művészeti vezető, és minden hétvégén próbáltunk, de már olyan, ez alatt az 5 év alatt annyira, úgy mondjam, fölfutott az együttesnek a működése, hogy már akkor is játszottunk évente 100 előadás körüli előadást, csináltunk 2-3, néha 4 bemutatót is, felnőtt előadást. Bábokat? Ez kifejezetten csak a bábszínházról szólt már ebben az időben, és akkor 81-ben érkeztünk el oda, hogy ezt tovább amatőrként nem lehet csinálni. Most az amatőr jelzőjét nyilván azt jelenti, hogy nem ebből éltünk, és akkor volt egy váltás, hogy hármunkat meghívtak Pécsre a elsőként vidéken megalakuló Bóbi Tabár Színházba. Úgyhogy a Tibor Pélát meg engem színésznek, és Kornélt pedig művészeti vezetőnek. Ez még a Lulubának a... Igen. És akkor, hát én akkor vártam az első fiamat,
ezért abban maradtunk, és nem akartam Pécset szülni, és akkor Béla meg Tibor leszerződtek Pécsre, és abban maradtunk, hogy én majd a következő évattól szerződök. Csak aztán nem úgy alakultak Pécsett a dolgok, ahogyan azt szerettük volna, és aztán ők is úgy döntöttek mind a ketten, hogy visszajönnek. És akkor vált már igazándiból hivatásossá Debrecenben. Tehát akkor megkerestük a illetékes kulturális vezetőket, és mondtuk, hogy hát most itt vagyunk. Ha most nem lépnek valamit, akkor letesszük a lantot. Persze akkor is sem gondoltuk ezt feltétlenül így, de nyilván valamivel érvelni kellett. És akkor onnantól kezdve már igazándiból hivatásosként játszottunk. És hát aztán még van egy nagy ugrás, ami egészen 93-ig, amikortól a város hivatásos bábszínházaként. Uh-huh. És már akkor is te voltál az igazgató? Hát 93-tól. Addig uh-huh. Tibor volt, a társulatvezető, uh-huh. Szabó Tibor, tehát, és igazándiból ő taposta ki a városból is, hogy legyen egy hivatásos városi bábszínház. És akkor 93-ban nem annyira én vágytam ezt a igazgatói pozíciót, őszintén szóval gyakran visszasírom a magam felhőtlen boldog bábszínészi létezését, hanem nekem volt meg a felsőfokú végzettségem ahhoz, hogy igazgató legyen belőlem, és akkor így módon kényszerűségből vállaltam el. Aztán valahogy úgy benne is maradtam. Éreztem mindig, hogy az volt valahogy a legfontosabb, hogy mi ugye az amatőr létből váltunk hivatásossá, tehát annak minden stációját megéltük. Én nagyon sok bábot vartam, festettem, sok mindent csináltam. Megint visszatérve egy kicsit a szüleimre, az én anyukámnak, ha este 11-kor azt mondtam, hogy hajnali, vagy reggel 8 órára ezt a paravántakarást meg kéne csinálni, akkor anyukám megvarta a paravántakarást. Tehát benne volt ebben a környezetnek és a családjainknak a maximális segítsége, mint ahogyan azon a szálon is, hogy három gyerekünk van. Hát ezt a három gyereket nem bírtuk volna fölnevelni, épeszűen, hogyha a nagymamák nem segítenek, és nincsenek állandóan hadrafogható állapotban. És hát igazándiból nincs ebben részemről semmi, hogy mondjam, olyan nagyon bölcsesség, inkább csak az van, hogy próbáltam mindig önazonos maradni, és nagyon ember maradni ebben a feladatkörben, és azt nézni inkább mindig, hogy én ennek az egésznek hogy bírok a leginkább a hasznára válni. Mert nem mondom, hogy túl sok öröm van a jogszabályokban, meg a nem tudom, a költségvetés készítésben, de közben meg a másik oldalon, amikor ennek a... Tehát ahogy látom, hogy az egész mégis hogy tud működni, és abban nagyon sok sikerében van, az mindig úgy tovább lendít. Szóval mondják nekünk ott Debrecenben is, hogy szinte egyfajta kis inkubátorban élünk, vagy mint egy kis békeszigete olyan a színházunk, amiben egyébként valószínűleg kifelé is ezt sugározzuk, mert ugye a város közepén vagyunk, nagyon jó az elérhetőségünk, és tényleg őszintén azt tudom mondani, hogy soha nem éreztem azt, hogy a politika például beleszólna abba, hogy mit és hogyan csinálunk, hála Istennek. Tehát valahogy mindenki a gyerekeink keresztül jut el hozzánk, és hogyha a gyereke ott jól érzi magát, akkor ő is jól érzi magát. És szerintem ez talán a női oldalra, azt is mindig mondják nekünk, biztos így van, hogyha sokan észreveszik, hogy látszik a házunkon, az épületünkön, hogy nők irányítják. És ebben nyilván ez nem jó vagy rossz, hanem hogy más szemlélettel közelítünk, és az apró részletekre jobban odafigyelünk, azt gondolom, mint ahogyan ezt egy férfi szem tenné. Tehát az nagyon fontos, hogy ott, ha akár a benne dolgozók, vagy az akár oda betérők jól érezzék magukat. Ez egyik legfontosabb dolognak tartom. Ami mindig segített, hogy a városban
azt gondolom, hogy ismernek bennünket, és ahogy mondom, mindenki a gyerekein keresztül ismer meg bennünket. Na most, ugye mindig van egy újabb generáció, akinek újabban születnek gyerekei, és az kizárt dolog, hogy ne kerüljön el hozzánk. Uh-huh. És ezen keresztül azért nem panaszkodhatunk, tehát nyitott ajtók fogadnak, hogyha uh-huh. ha én megyek. És hát azt is ebben, azért azt is meg lehet élni, és ez már ez is a jó részéhez tartozik, hogy amikor már a gyerekeiket, vagy olykor az unokáikat hozzák hozzánk a bábszínházba. Uh-huh. És akkor megvan ennek a folytonossága, hogy jaj, hát azt nagyon szeretem, nem veszitek elő, azt annyira szerettem. És vagy ahogy Bélára a színházunk általános farkasára mutogatnak a gyerekek a villamoson, vagy beszélgetnek. Szóval azt gondolom, hogy ugye az alapmag igazából debreceni. Tehát mindenki ismer valamilyen szálon mindenki. Tehát szoktuk mondani, hogy 200 ezres ez a város, de hát nagyon kis falu bírunk lenni tulajdonképpen így, hogy mindenki mindenkit ismer, és ez alapvetően mindig segített nekem.